Minden ember maga dönti el, hogy mi az, amiben hisz, és mi az, amiben nem. Ezeknek az embereknek a nagy része éppésszer rendelkezik, és soha nem hinne el olyan dolgokat, amit még egy 5 éves gyerekkel is nehéz lenne elhitetni. Igen, csak nagy része, mivel élnek olyan emberek is a Földön, akik képesek a legnevetségesebb dolgokat valósnak vélni, és váltig állítják, hogy ezek a dolgok teljes mértékben valósak. Azoktól az emberektől kezdve, akik abban hisznek, hogy a csokistej a barna színű tehenekből származik, egészen addig az emberekig, akik azt gondolják, hogy a HTML szó valamilyen furcsa nemi betegségnek a rövidítése, lesz itt ma minden, szóval ne menjetek sehova, ugyanis a mai videóban 10 olyan nevetséges dolgot hoztam nektek, amikben rengeteg ember hisz. A csokistej. Talán számodra sem meglepő az a tény, hogy minél több ember él egy országban, annál több lesz az országban élő, alacsony intelligencia szinten rendelkező embereinek száma is. Egészen pontosan itt most az Egyesült Államokról beszélek, és ezen belül arról a bizonyos 7%-ról, aki a Földön élő minden embernél képes lenne elérni azt, hogy újra gondolja az életét. 2017 közepén az Amerikai Tejtermékek Innovációs Centere elvégzett egy közvéleménykutatást, ami elvégzése után olyan eredmények születtek, ami nem feltétlenül vet jó fényt a drága Egyesült Államok lakosainak az intelligencia szintjére. Az Egyesült Államok lakosainak 7%-a úgy gondolta, hogy a csokistej a barna tehenekből származik. Végül is ez logikus is lehetne, csak annyi a bökkenő itt, hogy alapműveltség nélkül a logika mit sem ér. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy csak ebben az országban 16 millió olyan ember él, aki nincs tisztában azzal, hogy a csokistejet rendes tehéntejből készítik el, kakaó hozzáadásával. A Washington Post leírta egy cikkben azt, hogy ez egyáltalán nem meglepő, mivel az amerikai emberek nagy része nem rendelkezik alapvető agrikulturális tudással, aminek tudatában nem meglepő, hogy az itt élő emberek 20%-a például nem tudja azt, hogy a hamburger marhahúsból készül, és azt sem, hogy mit esznek a hétköznapi farmon élő állatok. A Titanic csak egy kitalált történet. 2012 volt a Titanic elsüllyedésének a 100. évfordulója, amikor is ez az esemény ismét a teljes világtól hatalmas média figyelmet kapott. Nos, úgy tűnik, hogy ennek következtében számos fiatalnak hatalmas káosz alakult ki a fejében, mivel ezek a fiatalok azt hitték, hogy a Titanic tulajdonképpen csak egy film volt. Ezen a képen néhány olyan Twitteren megjelenő poszt látható, ahol fiatalok írnak arról, hogy soha nem gondolták volna azt, hogy a Titanic egy valódi tragédia alapján készült film. Úgy tűnik, hogy 100 év bőven elég volt ahhoz, hogy ez az esemény ne tartozzon az alapműveltség részéhez. Nos, ha jobban belegondolunk, akkor néhány év múlva az is megtörténhet, hogy egy rakadt gyerek arról ír majd a Twitteren, hogy soha nem gondolták volna, hogy például az első világháború valóban megtörtént, amiben minden bizonnyal még belegondolni is eléggé kellemetlen. Az előbb említett kis történet hallatán szeretnék mindenkitől elnézést kérni, aki esetleg most tudta meg, hogy a Titanic egy valódi történelmi esemény, és nem csak egy film. A tej és a tojás egy növényről származik. Az Angol Telegraph nevű napilapban megjelenő cikk elmondása szerint az angliai fiatalok közül 1 a 3-ból nem tudja azt, hogy honnan származik a tojás, a tej vagy a bacon. A 16 és 23 éves angliai fiatalok 36%-a nincs tisztában azzal, hogy a bacon a sertésből készül. 4-ből 10 fiatal, azaz 40% nem volt képes a tejet összepárosítani a tehénnel, és ennek a 40%-nak a 7%-a úgy vélte, hogy a tej az búzából készül. A tesztet elvégző fiatalok 67%-a tudta azt, hogy a tojás a tyúktól származik, míg a maradék 33% azt gondolta, hogy a tojás fánterem. Talán ez most viccesnek hangzik, de sajnálatos módon ez rendkívül elszomorító. Valószínűleg ez a fajta tudatlanság a modern világnak köszönhető, és annak, hogy a 90-es évek után született emberek 70%-a még soha nem járt farmon az élete során. A földlapos. A 21. században a lapos földhívő kifejezés egy olyan szemét jellemző kifejezés, aki látványosan és láthatóan szándékos módon ignoráns. Igen, léteznek a Földön élő olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy a Föld lapos. Ezek az emberek teljes mértékben meg vannak győződve arról, hogy az elmúlt évek vagy évtizedek során készült képek és bizonyítékok a Föld formáját illetően egytől egyik hamisak, és egy olyan összeesküvés részei, amely szándékos módon próbálja meg az emberiséget butítani és elhitetni velünk azt, hogy a Föld gömbölyű. Tehát ha a Föld nem gömbölyű, akkor kérdem én, hogy pontosan hogyan is nézhet ez ki. Nos, a lapos föld elmélet hívői szerint a Földünk átmérője 24.900 mérföld, és nagyjából 9.000 kilométer mély.
Azért ezek az emberek azt is kijelentették, hogy a Föld nem teljesen lapos a hegyeknek és a völgyeknek köszönhetően, mert az már szerintük is eléggé furcsa lenne. Azt, hogy a lapos Föld elmélet egy baromság, rendkívül egyszerűen lehet bizonyítani. A legegyszerűbb módja ennek az az, hogy megnézzünk egy szatellitképet a déli sarkról, amin az Antarktisz egyetlen területként látható, amit a víz körbevesz. Nyilván, ha a Föld lapos lenne, akkor ez teljes mértékben lehetetlen lenne. De várjunk csak, ezek az emberek nem bíznak a szatellitképekben. Pont úgy, ahogy egyetlen olyan más dologban sem, ami az ő hitüket próbálja meg valótlannak beállítani. A HTML egy nemi betegség. Hogy ne menjünk messzire, van itt még valami, ami a 21. században talán már alapműveltségnek számít. Ennek ellenére az amerikaiak egy bizonyos része valami nagyon rossz dologra gondolt a HTML szó hallatán. Egy az Egyesült Államokban elvégzett felmérés során kiderült, hogy a technológiában nem annyira jártas, 18 és 24 év közötti emberek 11%-a úgy gondolta, hogy a HTML szó az egy nem közismert nemi betegségnek a rövidítése. Természetesen ezzel még nincs vége a sztorinak. A felmérésen résztvevő fiataloknak a nagy része nem tudta azt, hogy hogyan kell kezelni a számítógépet, és azon embereknek a száma is elég magas volt, akik úgy gondolták, hogy az MP3 az egy Star Wars-os robot neve. Abban az esetben, ha a tesztet 60 és 70 év közötti nyugdíjasokkal töltették volna ki, még érthető lenne az eredmény, de az, hogy a 21. században valaki azt gondolja, hogy a HTML egy nemi betegség, na az azért már számomra is kicsit erősnek tűnik. A globális felmelegedés. Az elmúlt évek során egyre több és több ember kezdte elfogadni azt a tényt, hogy a globális felmelegedés egy valóban létező dolog. A legutóbbi megállapítások szerint a Földön élő emberek 58%-a hisz abban, hogy a globális felmelegedés létezik, és abban, hogy ennek a kialakulása teljes mértékben az embereknek köszönhető. De van itt valami, amit sok ember félreért a globális felmelegedéssel kapcsolatban. Az Egyesült Államokban élő emberek közül csupán 40% gondolja úgy, hogy a globális felmelegedés a Földön élő emberekre is veszélyt jelenthet, ami egy elég szomorú gondolatmenet, ha jobban belegondol az ember. Képzeld el, milyen lehet úgy élni, hogy a mentális kapacitásod képes értelmezni azt, hogy a globális felmelegedés mennyire veszélyes, viszont azt már nem képes felfogni, hogy ez milyen veszélyeket jelenthet a számodra, mint egy a Földön élő élőlényre. Remélhetőleg ezek az emberek azért tisztában vannak azzal, hogy ők is a Földön élnek. A Holdra szállás egy hazugság. Valószínűleg a videó címének aláttán te is tudtad azt, hogy ez a bizonyos nem maradhat majd ki ebből a videóból. A Holdra szállásról kialakult összeesküvés elméletek száma annyira hatalmas, hogy ezeknek még külön oldal is készült a Wikipédián. Az USA-ban élők 6%-a, míg a britek 25%-a kétli azt, hogy a Holdra szállás valaha is megtörtént volna. Az évek során emberek ezrei költöttek több milliárd forintnak megfelelő összegeket arra, hogy egyetlen kézzel fogható bizonyítékot találhassanak és bebizonyítsák azt, hogy a Holdra szállás egy hatalmas hazugság, de egyelőre még nem sok hihető dologgal voltak képesek előrukkolni. A gravitáció látható. A gravitáció egy kölcsönhatás, amely két tömeggel bíró test között áll fenn. Ez tulajdonképpen egy olyan tudás, amiről a világon minden embernek tudnia kell, és annak ellenére, hogy a gravitáció láthatatlan, a hatását folyamatosan érezzük. Nos, vannak emberek, akik tudják, hogy mi az a gravitáció, de valahonnan megszerezték azt a nevetséges téves tudást is, hogy a gravitációt látni lehet. Ezek az emberek egészen pontosan egy bizonyos tesztet kitöltő több ezer embernek azon 18%-a, akik úgy gondolják, hogy a gravitáció nem csak érezhető, de látható is. Érdemes feltenni azt a kérdést, hogy akkor hogyan is néz ki a gravitáció? Most képzeld el egy pillanatra azt, hogy a gravitáció látható, és minden egyes pillanatban egy olyan erőt látsz magad előtt, ami folyamatosan vonz magához téged, és minden körülötted található tárgyat. Valószínűleg egy ilyen dolog létezése esetén nagyjából 10 perc elteltével a saját szemedet tépnéd ki a helyéről, a félelem hatására. A szervezetzaklatás. A szervezetzaklatás vagy angolul gang stalking egy olyan furcsa paranoia, ami ismeretlen, de nem alacsony számú embereket érint a világon. Azok az emberek, akik úgy tartják, hogy a szervezetzaklatás áldozatává váltak, azt gondolják, hogy ők egy szisztematikus, megszervezett és céltudatos zaklatási kampány áldozatai, amely több száz vagy több ezer embert is érinthet egyszerre. Ezek az áldozatok úgy tartják, hogy a körülöttük lévő embereknek az egyetlen célja az, hogy elkapják őket, és azt gondolják, hogy minden esemény egy másikhoz kapcsolódik, amiből így képesek folyamatosan ellenük irányuló összeesküvés elméleteket alkotni.
A szeptember 11-i tragédia után a paranoiával élő emberek száma hatalmasat ugrott, és ezek az emberek a zsidóktól kezdve egészen a földön kívüliekig már mindenkit hibáztattak ezért a képzeletbeli jelenségért. Szerintetek melyik volt a legnevetségesebb tévhit ezek közül? Válaszaitokat írjátok le egy kommentbe, és ha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, megosztani az ismerőseitekkel, és feliratkozni a csatornára. Találkozunk legközelebb is, sziasztok!